Itt az egyik győri itallerakat mellett kezdett el veszekedni egymással két férfi még kedden. A veszekedés dulakodássá fajult, majd egy kés is előkerült. Ezzel vágta meg az egyik férfi a másiknak a kezét. Tényleg nem hallottam semmit, csak azt, hogy üvöltöztek, rugdosták egymást, meg késsel hadonáztak egymás felett. Tehát mind a kettőnek kés volt. A környéken lévő boltokban nem hallották, hogy min veszekednek, akkor viszont megdöbbentek, amikor észrevették, hogy mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre. Fél órán belül csak arra lettem figyelmes, hogy öt rendőrautó lát, itt meg egy mentő, és akkor egyiket elvitte a mentő, egyik úriember, a másikat meg bilincsbe vitték el. A szurkáló férfi elmenekült, de nem jutott messzire, a rendőrök pár percen belül elfogták. A kiérkező egyenruhások a férfit a helyszínen elfogták, Győri rendőrkapitányságra előállították, ellene súlyos testi sértés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A rendőrség lefoglalta a kést, amivel a sérülést okozta a gyanúsított. Garázdaság miatt várhatóan a sértett ellen is eljárást indítanak.